Ugye nem a legeredményesebb Európa bajnokságra tértél most haza, de a jókedvedet nem veszítetted el, mert ha jól olvastam, akkor 50 méter pillangó után azt mondtad, hogy napsütés, tengerpart, meg pálmafák és koppenhágai nyár. Könnyen túltetted magad azon, hogy most nem lett érem? Azért nem könnyű úgy hazajönni, hogy nem érem el azt a kitűzött eredményt vagy célt, amit én szerettem volna, de ebből is erőt kell tudni meríteni. Szerintem ez fog motiválni minket abba, hogy januárban megint újra kezdjem az edzéseket, és megpróbáljak jobbá válni, mert megint úgy jöttem ki a medencéből, hogy éreztem, hogy van egy kis hiányérzetem. Ez nagyon összetett dolog, nem akarok belemenni, meg nem akarom, hogy úgy tűnjön, hogy bármiféle panaszkodást előadok. Az élet meg az eltelt évek azért rám rakódtak bizonyos szempontból, ez egy picit jobban rendbe kell hozni, és hogyha ez rendben van, akkor az edzések is rendben lesznek, és ezáltal a versenyzés is. Az év végén beszélünk egy kicsit a budapesti világbajnokságra, te erre hogy emlékszel vissza, mekkora élmény volt itthon úszni? Fantasztikus élmény volt, örök emlék marad, és tényleg ilyen közönség előtt versenyezni, mert önmagában csak kimenni oda a nézőtérre fantasztikus élmény volt. Mirály Kristóf, gondoltad, hogy így be fog robbanni a világbajnokságon? Én már előtte láttam, hogy azért nagyon jó időeredményeket ér el, és hát Plagány Zsolt az edzőm tanította nagyon sokáig úszni, és együtt edzettek, úgyhogy tudtam, hogy jó lehet. Hát ő lesz most az egyik legnagyobb ellenfél, akit le kell tudni győzni. Próbálom felvenni a versenyt, én úgy érzem, hogy van esélyem, úgyhogy ennyi. Szerintem nagyon jó csatákat fogunk vívni. Mit szólsz az, hogy Bernek Péter 4 perc alá ment, ugye utánad, ő a következő európai, akinek is sikerült rövid pályán? Igen, hát ő hívta fel a figyelmemet, hogy mi vagyunk a két európai, aki vala 4 percen belül úszott 400 vegyest, óriási eredmény ez tőle, és hát remélem, hogy tud még javulni. Néha én is elgondolkodom, hogy milyen jó lenne 400 vegyest úszni, és amikor meglátom az ő fájdalmát, amikor mondjuk hátról merre fordul, akkor utána el is vetem ezt a gondolatmenetet, mert ez tényleg egy nagyon kemény szám, úgyhogy tényleg le a kalappal mindenki előtt, aki beleúrik és leúszza a 4 vegyest. És a 200 vegyes? 200 vegyes az más, egy kicsit pörgősebb, de ahhoz is kell egyfajta hangulat, és nagyon kell az, hogy a mellúszás jól működjön. Ha nem működik, akkor nem megy sajnos. Úgyhogy meglátjuk, most egyelőre a pillangó az, ami engem motivál. Ennek az ünnepek hogy fog telni a karácsony? Nagyjából pihenéssel, azért picit megpróbálok szinten tartani az állóképességet, egy kicsit mozogni, hogy ne legyen teljes leállás, és akkor a januárban meg akkor újra kezdjük teljes erőbedobással. Ilyenkor el lehet egy kicsit engedni magad, a desszert belefér? Hát ilyenkor muszáj elengedni magamat, egy picit kell lazítani, nem lehet mindig szigorúan mindenre odafigyelni. Majd januárban azért ennek meg lesz a bőtje, de egy pici bűnözés kell.